Négy! Nagyon jó! Jössz már tovább egyet! Az is jó, hogy már megvolt a négy, úgyhogy mehetsz bármikor! Bravo! Nagy lendülettel vágott bele a munkába a DVTK tartalék. NB3-as csapatunk múlt héten már átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és a játékosok, illetve az edzők már várták, hogy elkezdhessék a munkát. Amúgy is ez egy bevett szokás, hogy ugye egyéni programot kapnak a játékosok, de most valamilyen szinten emeltebb, nehezebb programot kaptak annak érdekében, hogy egyből ne a nulláról kezdjünk, ne kelljen adaptációs hetet csinálunk, hanem úgymond egyből bele tudjunk csapni a munka közepébe, és a tesztek is azt mutatják, illetve a visszaküldött dokumentációk is, hogy azért srácok megcsinálták becsületesen ezt a munkát. Ez már NB3, itt már közel vannak a felnőtthöz, itt már érzik azt, hogy nagyon kevésen múlik az, hogy feljuthatnak a felnőtt csapatba, úgyhogy itt azért már profiban csinálják a dolgot, mint korábban. Az NB3 küzdelmei február második hétvégéjén folytatódnak. Így most több ideje van az őszi szezon közben kinevezett Vinczeriárnak arra, hogy együtt dolgozzon a csapattal. Az első héten csinálunk dupla edzéseket, ahol a második edzésen ott inkább ugye futómunkákat végzünk, de egyébként a hétfőtől szombatig munka az ugyanúgy folyik, ugyanazokon az elveken, ugyanazokon a kondicionális célokon, mint ahogy a hétközben, vagy mondjuk a bajnokság közben. Taktikailag viszont beosztottuk magunknak, beperiodizáltuk a felkészülést, ezért 4 naponként váltunk különböző taktikai célokat, ahol elővesszük, ugye 4 napot foglalkozunk egy taktikai célal a játékmodellünkből, és akkor így próbálunk az összesen átmenni, mire végre a bajnokság kezdődik. Több felkészülési mérkőzés is vár a következő egy hónapban NB3-as csapatunkra. A programban nem csak hazai csapatok elleni meccsek szerepelnek, ugyanis egy külföldi együttes ellen zárul majd a téli alapozás. Szerettem volna a csoportból, a keleti csoportból, az NB3 keleti csoportból jó csapattal játszani. Ugye a Putnok, ez meg is lett, a Putnokkal kezdünk. Ugye szerettünk volna a másik kettes csapattal játszani, B csapattal, aki nem a csoportunkban van. Így tudunk játszani az Újpest 2-vel, illetve a Nyíregyháza 2-vel, illetve mindenképpen szerettünk volna külföldi csapattal játszani, és sikerült is egy szlovák harmadosztályú kassai csapattal. Átadás, gyere! Figyelj oda, koncentráció! A felkészülési időszak alatt sok munka vár Ferencsik Bálintra. Az őszi szezonban főleg védekező középpályásként szerepelt, ám tavasszal várhatóan belső védőként fog többet játszani, hiszen az U18-as válogatottban is ebben a szerepkörben számítanak rá. Belső védőből szinte csak a védekező részre kell figyelni, de ugye a válogatottban pont azért vagyok, mert mivel itt 6-os vagyok, így a előrejátékban jobban tudok segíteni, mélységi passzokba, és itt középpályán meg ugye a hívelésekbe, az erőfeljátékba annyira többet kell mozogni, ott inkább ilyen összekötő szerepbe kell lenni, belső idő meg szinte csak a védő feladatot kell ellátni. Az NB3 így ideális közeg számára, hogy jobban megszokja ezt a posztot, hiszen sok birkózás vár majd rá. Vannak nagyon erős centerek is, középpályán is nagyon rutinus játékosok is vannak, akik például NB1, NB2-ből játszanak már le ide, akik már ki tudják használni fizikumukat, azok el nagyon nehéz játszani, de úgy mondom, ezt agresszivitással és játékolvasással lehet ellensúlyozni. Szeptemberben csatlakozott a tartalék csapathoz Kövesi Krisztián, aki a támadások egyik mozgatórugója a középpályán. Nagyon szeretek ezen a poszton játszani. Igazából már 6-7 éve ezen a poszton játszok. Szerintem ez az egyik legnehezebb poszt, mert itt kell a legtöbbet gondolkozni, a legjobb megoldásokat a támadó zónába segíteni. Támadó középpályásunk számára viszont sok kihívást tartogat a harmadosztály, ahol kemény kötésű védőkkel kell szembenéznie. Mivel feljátszottam már egy 3 évvel ezelőtt, még akkor ugye csak U15 így volt, ezért már hamar megszoktam, hogy nálam sokkal erősebbekkel kell birkóznom. Fizikálisan kell a legtöbbet fejlődnöm, úgy érzem, mert az elég nehéz az ütközések, gyorsaságban is. Egy erősebb liga, úgy érzem, mint az U19-es. Ebben az erősebb ligában pedig a legfontosabb cél a bennmaradás lesz. Viszont más szempontokat is figyelembe kell venni. Vannak olyan játékelemek, amiben fejlődnünk kell, amiben előre kell lépnünk.
gondolok itt a saját zónás védekezésből az átmenetekre. Ebből nagyon kevés helyzetet tudtunk kialakítani korábban, erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni, illetve a labda birtoklásnál, hogy ne váljunk túlságosan passzívvá, hogy mi jó, minél többet birtokoljuk a labdát az ellenfél tér felén, de ez ne passzív legyen, szóval ezekre nagy hangsúlyt fektetünk.